Miskolcon edzőtáborozott a hétvégén a magyar kerekesszékes kézilabda válogatott. Vasárnap egy bemutató mérkőzést is tartottak az egyetemi körcsarnokban. A felkészülés mellett fontos volt a sportág népszerűsítése is, hogy minél többen csatlakozzanak az egyre komolyabb alapokon álló szakákhoz. A miskolciak közül heten is magukra ölthették a címeres mezt. Pályán a magyar kerekesszékes kézilabda válogatott. A Miskolcon edzőtáborozó csapat két részre osztva mutatta be felkészülési mérkőzésen a hazánkban még gyerekcipőben járó sportágat. Az épek kézilabdájához képest a különbség, hogy alacsonyabban van a keresztléc, egyel kevesebben játsszák, illetve koedukált csapatok vannak. Minden együttesben legalább egy hölgynek pályán kell lennie, összesen pedig háromnak a keretben. Ős Miskolc, így van. Miskolcon nemrég alakult meg a Diósgyőri kézilabda ese kerekesszékes kézilabda szakosztálya, Szeged után másodikként. A DKS-éből heten is magukra ölthették a címeres mezt. Maga a Diósgyőri Egyesület most a évelején alakult meg, mert ugye úgy volt a dolog, hogy először a válogatott volt meg, és ott hét miskolci sportoló jött a válogatottba. Tehát először a válogatott volt meg, és akkor most alakultunk meg Diósgyőrön, a Diósgyőri Kézilabda Sportegyesület keretén belül. Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar válogatottba szerepelhetünk. A jezsuita gimnáziumban voltak az edzéseink, hetente egyszer. Hát mi itt Miskolcon 8-10 szoktunk összejönni egy-egy edzésen, és nagyon jó hangulatú edzéseket tartunk. Hát gyakorlatilag tehát mi baráti társaság is vagyunk, tehát úgy jöttünk össze, tehát hogy nem csak a sport, hanem egyébként a sporton kívül is találkozgatunk, úgyhogy nagyon szeretjük csinálni ezt a dolgot, amit csinálunk. Az együttes szövetségi edzői posztját a korábbi kiváló kézilabdázó, a Ferencvárossal többszörös bajnok Takács Gabriella vállalta el, aki egy véletlen folytán talált rá a lehetőségre az ismert közösségi oldalon. Elkezdtem a Pécsi Tudományi Egyetemen egy doktori iskolát, és a parasport jogokról kezdtem el kutatni, és nem nagyon haladtam, viszont szerettem volna azért elvégezni ezt az iskolát, és a Facebookon láttam egy ilyen bejegyzést, mostanában, hogy a Facebookon mindent lehet látni, és ott kerekesszékes kézilabda csapat toborzódott. És akkor így azt gondoltam, hogy doktori disszertáció van ülőröplabdából, én megnézhetném, hogy milyen ez a kerekes kézilabda. És ilyen egyszerű módon fölhívtam egy telefonszámot, és ott megtaláltam a kollégámat, akivel azóta is együtt dolgozunk, Lengyel Pétert, és ilyen szerencsés véletlennek köszönhetően, amikor én fölhívtam egy szerda csütörtöki napon, pénteken érkezett az Európa-bajnok holland kerekesszékes válogatott, ő mondta, hogy jöjjek le, és akkor így beleszerelmesedtem ebbe a dologba. Ő alapvetően képességfejlesztés van itt edzésen, tehát vannak olyan sportolók, akik életükben nem voltak semmilyen sportágban, egyáltalán nem sportoltak ők. Tehát itt meg kellett tanítani van akinek mindent a nulláról. Ami nehéz ugye, ebben a sportágban van néhány olyan játékos országszerte, nem is biztos, hogy itt vannak, akik kézilabdáztak. Viszont a kerekesszékes kézilabdában a székkezelés az egy nagyon sarkalatos pont. Tehát a székkezelés az alapja mindennek, és akkor megtanulunk labdát vezetni, passzolni, elkapni, kapura lőni, taktikai edzések is vannak. Miskolc vezetése szintén támogatja, hogy minél többen vegyenek részt az aktív mozgásban, legyen szó akár verseny, akár tömegsportról. Veres Pál polgármester ezért is látogatott ki a bemutató mérkőzésre, ahol kiemelte fontosnak tartják, hogy a parasport is képviselve legyen a városban. A Magyar Kézilabda Szövetségben azonban már bő egy évtizede foglalkoznak a szakággal. Ebben együtt működnek az Európai Szövetséggel is. A Magyar Kézilabda Szövetség 2010-ben kezdte el az érzékenyítő programját, amikor a Magyar Paralimpiai Bizottságtól átintegrálta a csőrgalabda sportágat. Az azt jelenti, hogy kb. 96 versenyzőt vettünk át abban az időben, és azoknak a versenyeztetését, felkészülését, válogatottak való szerepléseket a világversenyeken, Európa-bajnokságon veszünk részt. De már akkor 2010-ben megfogalmazódott, hogy mi szeretnénk tovább lépni az érzékenyítő programunkkal, és a kerekesszékes kézilabda, mely szorosabban hozzátartozik a mi sportágunkhoz, ennek a felvállását, támogatását
tűztük ki célul, és 2014-ben már az EHF-el közösen együttműködve, mint szemlélők, tanulók meghívtak bennünket különböző eseményekre, és 2016-ban kezdődött a Magyar Kerékpárszövetség keretein belül a Parasport Albizottságnak a működésével a kerekesszékes kézilabda sportágnak a beindítása. Körülményes volt az indulási légkör, mert ez egy speciális technikai székeket igénylő dolog, tehát nagyon el kellett döntenünk komolyan, hogy a székeknek a beszerzése honnan, mikor, mennyiért, milyen időben történjen ennek a számát. El kell mondanom, hogy nagyon borsos áram mennek ezek a speciális székeknek a beszerzése. Első körökben Amerikával, Ausztráliával, de utána kiderült, hogy Csehország ugyanazokat a széket tudja produkálni, és így maradtunk Csehországnál, és meg is szereztük az első 20 darab széket, amely biztosítja az alapoknak a lerakását. Utána elkezdődött a toborzás, népszerűsítő programokat, érzékenyítő programokat, kerestük azokat a szervezeteket, ahol sérült emberek, néha fogyatékos emberek, akik a önhibájukon kívül is nehéz helyzetbe kerültek. Ezeknek kívántuk kiajánlani ezt a sportágat, és nagy népszerűségnek örvendett, mert ez idő alatt a megerősödött a szakosztály. Egy olyan folyamat a szövetségen belül, hogy szerettük volna, hogy ne Budapest centrikus legyen a mi működésünk, hanem terjeszkedjünk ki az ország különböző pontjain, és így már tavaly sikerült Szegeden egy önálló kerekesszékes klubot létrehoznunk a szövetség támogatásával, és nagy örömünkre már tavaly ősszel a Diósgyőr Miskolc is csatlakozott ehhez a programhoz. Mi ehhez mindenféle olyan segítséget megpróbáltunk támogatásként átadni, amely az ő működésük elkezdéséhez nagyon fontos volt. Technikai felszereléseket, székeket tudtunk biztosítani számukra, felszereléseket, és még ami nem elengedhetetlen, műhely támogatással is, tehát pénzügyi támogatással is próbáltuk ezt a munkát segíteni. Elmondhatom, hogy a két klubnak a kiválasztott létszámos 17 válogatott játékos van, és egy évvel ezelőtt már Zágrábban az Európa-bajnokságon ez a csapat harmadik helyezést ért el, ami óriási siker volt a sportág történetében. A másik dolog pedig, hogy készülünk a közelgő világbajnokságra, Európa-bajnokságra, ahol a két kontinensnek a csapatai találkoznak, és nagyon szeretnénk, hogyha az EHF, IHF ebben bennünket partner látna, és részt tudnánk venni ebből a versenyben. Olyan szakembereknek a megteremtését is segítjük, amely az edzői tevékenységnek a támogatása. A világon először Magyarországon indítjuk be azt az edzőképzést, amely licencet biztosít a csörgőlabda edzők számára is, és a kerekesszékes edzők számára is. Ez a képzésünk 2015 fővel októberben indul Budapesten, és nagyon szeretnénk, hogyha 2-3 fő Diósgyőr Miskolcról is már részt venne ezen a képzésen. Mivel még viszonylag új a sportág, Miskolcon is szeretnék növelni a létszámot, így nyitnak a sérült gyerekek irányába is. Az edzések szeptemberben kezdődnek a jezsuita gimnáziumban, ahová várják a jelentkezőket.